folytassuk akkor a dolgokat. CCIP, avagy Constantly Calculated Impact Point dolgokkal. A lényege ennek az, hogy itt a számítógép nem azt fogja kiszámolni, hogy mit akarunk eltalálni, hanem hogy hova fog esni a bomba. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk kijelölök egy pontot a Földön, egyébként az aktív pauzt, amit most én csinálok éppen, azt a jobb bal Windows, bal Shift és pause gombokkal lehet be és kikapcsolni, ami azért jó többek között, mert egyrészt lehet ilyeneket, szépeket nézegetni, másrészt meg tudom nézni, hogy merre van a célpontom. 59 fok északra, 5 km tőlem, tehát az kb. Ott van. Ha jól látom, akkor ők azok. Itt is vannak. Én meg valahol ott vagyok fenn. Van irányban, akkor azt mondja, hogy én onnan jövök kb. No, tehát navigációs módból indulunk, átváltunk 7-es gomb lenyomására földi célpontra, lassú sarokban megjelenik egy B betű, ez bomb, avagy bomba. Itt látható a kis zöld műtyűr, ami megy, mikor megnyomom a fegyverváltó gombot, hogy melyik fegyvert szeretném ledobni, az össze-vissza váltogat, és bentről kifelé a következők vannak a repülőnkön. Lehapítom egy kicsit. Fab 400, illetve Fab 104 darab. Fordítva. Menjünk fordítva. Kintről megyünk befelé. 4 darab FAB 100-as mind a két külső 2-es és 10-es pylonokon. Két darab PTAB, két darab FAB 500-as és két darab 96 AO. Nem fogjátok tudni. Na. Ezeket a következőképpen tudom ledobálni. Amit már egyszer említettem, van itt ez a két gombocska, kerekecski gombocska. Ezek arra jók, hogy be lehet állítani, ugye ennek a, azt hiszem, hogy ez a V, sima V, ez meg a másik, meg a Control, vagy a Shift V. Meg kell nézni a... Az egyik a Ripple Quantity, a másik a SPPO Select, mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy Ripple Quantity, SPPU, igen, a másik meg a Ripple Interval. És bal Control Space és V alapból. Na most, mire jó ez? Az egyik beállítja, hogy 0,1, 0,2, 0,3 vagy 0,4, illetve 1 másodperc különbséggel dobja le, vagy egyszerre a bombákat. A másik pedig azt állítja be, hogy 1, 2, 4 darabot, vagy mindegyiket dobja le egyszerre. Mindenekután most elég sok mindenből csak 2 darabunk van, és főleg a belsőkből, ezért 2 darabot fogok kiválasztani, és a következő fog történni. Nagyjából ráfordulok, 45 fokos szögben, minimum 45 fokos szögben elkezdem keresni a célomat, illetve a célomat előbb meg kéne találni, és utána ráfordulni, és minimum 45 fokos dőlés szögben rá kéne mennem. Ami azt jelenti, hogy két dolgot kell csinálnom. Egyrészt a magasságomból minimálisat veszteni, másrészt megtalálni ezzel a pici karikával a célpontot, és akkor megnyomni a Weapon Release vagy Space gombot. Illetve jön majd egy ilyen függőleges vonal középen, az mutatja, hogy nagyjából melyik irányba megy majd a bomba, amit én húzni fogok. Tehát gyakorlatilag, hogy melyik irányba fogom húzni a
ezt úgy hívják, hogy piper. A pipert melyik irányba fogom húzni, és merre megy majd a bomba, amikor később ledobom. Tehát a többi, ami mondjuk utána dobunk, azt merre fog esni. Tehát amikor nem egyszerre dobom le őket, hanem tudom én 0,4 vagy 1 másodperces különbséggel, akkor az első az a piper közepére esik, majd a második az fölé, majd meglátjátok. No. Illetve ami fontos, hogy van egy bizonyos magasság, ami alatt, majd itt esetleg kiírja, hogy hát ha angol hádod van, akkor nulla, az nem dobhatod le. No launch authorization, nem engedi, hogy ledob, mert túl alacsonyan vagy, és akkor valószínűleg kárt fog tenni a repülőben és a bomba, mert nem tudsz időben elmenni onnan. Na, tehát... Van a célpontunk, amire ügyelni kell, 45 fokos szög, ne legyünk túl gyorsak, és ne menjünk túl alacsonyra. Egész meredeken belezuhanunk, akkor ott is van a piper, ha jól láttuk. Ki is engedtem. Ott a füstfelhő. Kérdés az, hogy eltaláltam-e valamit. Igen. Nagyon jó. Ez volt ugye kettő. Kettőt egyszerre dobtam le. De most ennél négy van, a négy fab. Mind a két oldalt. És azt mondom, hogy szeretnék szőnyegbombázni egy kicsit. Úgyhogy azt mondom, hogy négy darabot. Tudod mit? Menjen az összes. Az összeset szeretném beledobni egyszerre. Értve nem egyszerre, hanem 0,2 másodpercenként egyet. Megjelöltük a füsttel, hál' Istennek, mert úgyhogy most már könnyen visszatalálunk. És a fabnál ugyanez. A fab százasokkal is ugyanez van. Ugye? Sebességet vesztünk egy kicsit, magasságot kicsit nyerünk. Ha akarjuk, persze. Természetesen lehet kikoncsolni és a videókamerát bekapcsolni hozzá. És szerintem pont elrepültem fölötte. Ja. Is van. Nem baj. Együnk egyet körbe. De ugyanez az elv. Nagyon meredeken jönni. Переведи в набор. Természetesen, ha célozni megtanulnék, az nagyon jó lenne. Na, most akkor vissza tudunk lépni. Igen, ez azt jelenti, hogy nincs már sok, kevesebb mint 1750 kg benzinünk van, vagy kerozinunk van. Jó.
nem baj. Úgyis már csak annyit akartam csinálni, hogy a maradék két bombámat ledobni. Tehát akkor ismét. Fék. Meredek szög. Találtam valamit. De jó. Ugye ezek a kis miniatűrök, 96 darabot tudok belőle vinni. Ez egy miniatűr bomba, amit így kiszór nagyon sokat belőle. És ezt lehet szórni, mint a magot. No. Viszont már nincs nálam semmi más, úgyhogy akkor ennyi is volt. Gyakorlatilag gyorsan összefoglalva. Magasságra figyelni, dőlésszögre figyelni, arra figyelni, hogy milyen hány darabot és milyen időközönként szeretnénk ledobni, illetve az, hogy a piper hol van, és mit szeretnénk vele eltalálni. Tehát nagyon fontos az, hogy oda vigyük a pipert, azt a kis kerekizét, ahol szeretnénk, hogy a bomba becsapódjon. Mert ez CCIP, tehát oda azt kalkulálja ki, hogy hova fog becsapódni, ha akkor megnyomjuk a gombot. Igen, nagyon fontos ez is, hogy gyakorlatilag amikor megnyomjuk a weapon release gombot, azt egy picit hosszabban nyomva kell tartani mindig, hogy nehogy, tehát hogy amiatt, hogy a van, amiatti védelem miatt, hogy nehogy véletlenül ledobáljuk csak úgy össze-vissza a semmibe a dolgainkat. Ezért picit néha hosszabban kell nyomba tartani a gombot. Illetve amikor mondjuk 4-es vagy 2-es párokat szeretnénk ledobni, és van valamiből 6 darab, vagy 4 darab, vagy 8, akkor nyilván addig, amíg az adott összes bombát le nem dobom, addig nyomba kell tartanom. De ha mondjuk azt mondom, hogy szeretnék 2 darabot ledobni, és van belőle 6 darabom, akkor egy gombnyomásra addig nyomba kell tartanom, amíg mind a kettőt el nem engedte. Tehát, hogyha mondjuk 2 másodperccel vagy 3 másodperccel állítom a bomba kioldásait, az időzítőt, hogy mennyi időközönként dobja le, akkor nyomba tartva, nyomba kell tartanom azt addig az ideig, amíg a kettő külön le nem volt. Tehát egy nyomba tartva körülbelül egy másodperc, hogy a védelmet, a véletlenül kioldó védelmet megakadályozzam, vagy kikerüljem. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy le akarom dobni. Nyomba kell tartani még egyszer annyi ideig, amennyi idő be van állítva, illetve még egyszer annyi ideig, hogy ugye a másodikat is ledobja. Vagy ahányat szerettem volna. Tehát ha 4, akkor végig nyomba kell tartani, amíg a minden 4-nek nem hallom, hogy elvált a rögzítő peckétől. No. Le is rakom gyorsan. Írtózatos sebességgel jövök. Kerekek kint.
Szuper. Kicsit keményen landoltam. Ejtőernyő, fék. Na. A végén még megtanulok leszállni. Mik nem történnek. Jó, hát nagyjából ennyi az irányítatlan bombák. Mint ahogy látszik, eléggé irányítatlanok. Ergo, csak hogyha mondjuk egy nagyon szétszórt, nagyon tömör adag ellenfelet szeretnénk lenőni, akkor érdemes használni ezeket, mert például itt is látható volt 6 vagy 7 darab kocsi volt egymás mellett, és mégis alig találtam el őket. Nyilván mondjuk nem az volt a célom most, hogy eltaláljam őket, hanem hogy demonstráljam, hogy hogy működik, de akkor is, tehát így türelem és pontosság és precizitás kell ahhoz, hogy ezzel azért eltaláljon valamit az ember. Na, a következőnek szerintem a laser guided-et, tehát a laser irányítású fegyvereket fogom átvenni. Addig is viszontlátáska.